köszöntöm Önöket! Január végén a Művelődésügyi Minisztérium egy javaslatcsomaggal állt elő a kulturális élet újraindítására. Ebben támogatás, illetve kedvezmény bevezetését is ajánlják. Milyen lesz a kulturális élet a koronavírus járvány után Romániában? Milyen évre készülnek a kulturális intézmények? Ezekben a témákban kérdezem Gavrilka Dáriút, a Marosvásárhelyi Áriál Ifjúsági és Gyermekszínház igazgatóját, akit köszöntök a stúdióban. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és köszönöm a meghívást! A Kulturális Minisztérium által közzétett javaslatcsomag számos érdekes elemet tartalmaz, kezdve bizonyos adókedvezményekről, támogatásokról, kulturális intézmények és szereplők számára. De én, amit kiemelnék így előjáróban, az Bogdan Gyorgyu tárcavezető nyilatkozata, akit idéznék. Ő azt mondta, hogy a kulturális ágazatot érintették a leghamarabb a megszorító intézkedések, és nagy valószínűséggel utolsóként indíthatja újra a motorjait. Ön hogy látja, így van ez? Hát valójában nagyon megérintett minket ez az egész Covid, a múlt évre szólva. Azt mondhatom, hogy anyagilag elsősorban ezt említeni, hogy kerüljünk túl ezen, anyagiakban is a jövedelmünk az csökkent, körülbelül 30-40%-ával. A megbecsült és megszavazott arányokban, ami hozzájárul a költségvetésünkhez, az évi költségvetésünkhez, tehát bizonyos költségeket nem engedhetünk meg magunknak. Ezt már a Covid rendszer, mondhatnám így, elején már szabályokat hoztunk be a költségvetésünk megápolásából és a fenntartási lehetőségünkhöz mérve. Ugyanakkor lemondtunk a fesztiválunkról, ami júniusában kellett volna megtartsuk, tehát ez egy nagyobb méretű rendezvény lett volna. Ugyanakkor az újabb gyártási folyamatot is leszűkítettük, amennyiben is tudtuk. Újabb előadásokat nem tudtunk létrehozni, mivel hogy ott tiszteletdíjakot is kellett volna fizetni, meg egyáltalán. Annak ellenére, hogy egy nagy összeget kaptunk már egy évvel azelőtt, tehát 19-ben a BGA-tól pályázat alapján, és ennek egyik nagy része a gyártásra vonatkozott, tehát az újabb előadásoknak a megteremtésére, tehát ezeket amennyiben tudtuk, megcsináltuk, viszont bejött a kényszerszabadság periódus is, ami egy hónapig tartott, amikor senkinek nem volt szabad belépnie, tehát az alkotókra gondolok egyáltalán, mert az adminisztráció az a szabályok betartásával működtette a színházat adminisztratív alapon. Tehát ezek nagyon megnehezítették az életünket és mindenki életét valójában, tehát mindenki láttam, hogy szenvedett, és intézmények és magáncégek is egyáltalán támogatások voltak, mennyiben emberileg és lelkileg lehetett támogatni a mi saját intézetünket tekintve, viszont a szabályokat ilyen hullámzás módon betartva, azok nehezítették valójában az életünket. De ennek ellenére az összes kollégáim annyira hozzáálltak ahhoz a hivatásos fogalomban, amelyikben létezünk, felvéve azt az iramot, hogy mi otthonról is tudjuk a gyerekeinket megtekinteni, és rájuk szólni, és meséket készíteni, és egyáltalán, tehát az nagyon sokat jelentett számunkra is, hogy létezhetünk ilyen online-os módon, viszont a gyerekeink, nézőink részére is ez egy nagy dicsőség volt, hogy valójában otthon megtekinthetik legalább a speciális műsorainkat előkészítve ilyen módon. Ez a folyamat továbbiakban is fent volt tartva, és profisabb körülményekben, mert szabad volt egy adott pillanat belépni a színházba,
dolgozni, közösséget nem befogadni, de hát mi folytonosan ezeken dolgoztunk, meg felújítást, meg profi filmezést az előadásaink során, hogy tudjuk online közvetíteni, különféle címeket előhozni, ami a mi kincstárunkban van, és ugyanakkor újabbakot is készíteni ilyen módon a saját meglévő eszközeinkkel. Tehát ez nehéz volt, és hogyha erre tekintünk, hogy mennyire fontos volt az elmúlt évnek tapasztalatában a viszony a színház és a gyerekei között, akkor valójában nagyon is becsülöm mindenkinek a hozzáállását, és főleg, hogyha központi fontos személyek és a központi hatalom így rátekint erre az életnek az erre való formájára is, hogy fenntartását tudják biztosítani, ezt nagyon is köszönöm. Valójában nem utolsó sorba helyezném a kulturális intézményeket, és itt hangsúlyozom újból, hogy hivatásos intézmények vagyunk. Tehát maga a társadalomnak és a mi közegünknek az akarata valósította meg ezt a színházat annak idején is, és fenntartotta évek során, és ezt annyira fontosnak látom, hogy ezt a féle kihívást, ezt a hivatást betartani, bármilyen körülmények lennének, bármilyen szabályok lennének, amelyek mondjuk, hogy életünket érintik, életünk, egészségünk megápolását illeti ez az egész szabályrendszer, de annak ellenére is léteznünk kell, mert fontosok vagyunk a gyerekeink, az ifjaink életében, és nem utolsó sorban a nagy színházoknak, a felnőtt embereknek az életében is. A kultúra az, hogyha elmarad, akkor mik vagyunk. Tehát, hogyha lélek nincs, akkor mi van? Persze, hogy minden egyes elem, ami hozzájárul az életünkhöz, fontos, de ezt nagyon fontosnak tartom, mert erről beszélünk most jelen pillanat, és nem, hogy egy klasszifikációban valahova helyezni, hogy utolsó helyre, vagy második helyre, vagy első helyre, de fontos. Fontos. És amennyiben én tapasztalatomból tudom, a kultúra nem nyel el annyi pénzt, amire lehetne mondjuk alapozni más egyéb társadalmi intézmény ágazatainak a fejlesztését. Itt csak emlékezetből mondanám, hogy a 70-es években fel volt mérve, mert kértek a kulturális intézmények országviszonylatba, hogy pótolják, hogy segítsék, hogy tudjanak működni szabály szerint és kellőképpen, és akkor az akkori hatalom, amit nem becsülök másként és más szavakban, de hát rákérdeztek, hogy az összeg az mennyi is. És a válasz az volt, hogy a Hunyadi kombinátnak a hibázott gyártmányainak a 10%-a. Tehát hol vagyunk akkor? És ezeket az év jó lenne felbecsülni mai nap is, hogy lássuk, hogy hol állunk. De nem mindenki gondolja így azért, és említeném példaként nagy port kavart tavaly decemberben, főleg a Várad folyóirat, illetve a Familiá folyóirat beolvasztása Bihar megyében a Bihar megyei önkormányzat által, Bihar megyei tanács által, és egyre divatosabb ez a felvetés, nem csak Bihar megyében, országszerte, hogy nem kell annyi kulturális intézmény, azokat valamikor létrehozták, de nem is biztos, hogy van ekkora igény rájuk, és most amúgy is járványhelyzet van, tehát minden megspórolt lejre szükség lehet. Ezzel indokolták Bihar megyében a kulturális intézményeknek az átszervezését, illetve beolvasztását, és van, aki ezt örvendetesnek tartaná más megyékben is. Ön hogy látja ezt? Utalta arra, hogy ön szerint a kultúrának
És hát az, mint idézett kulturális miniszter is ezt hangsúlyozza, hogy a kultúrának nagyon fontos szerepe van a következő generációk fejlődése szempontjából, nemzeti identitás erősítése szempontjából is, meg a társadalom jólétére is hivatkozik. De van a másik oldal, aki azt mondja, hogy nem lenne szükség ennyi kulturális intézményre, nem indokolt, nem látogatják ezeket a színházakat, vagy ezeket a lapokat nem olvassák annyian, tehát spórolni kellene rajtuk. Ön hogy látja ezt? Hát ezt az elképzelést, ezt nagyon fájdalmasnak találom. Mert hogyha valaki így kapkodik, hogy valahogy megoldja a helyzetet, na, és itt megtakarítottam ennyi pénzt, és megtakarítottam ennyi pénzt, csak felmutatni valamit, hogy valójában valamit tett ahhoz, hogy ezt a válságos helyzetet tudja valamennyiben jobb irányba indítani, akkor nagyon téved, mert itt sok pénzt nem lehet keresni egyrészt, tehát ebből, hogy máshova ömleszteni ezeket a pénzeket, mert nem nagy az érték, tehát hogyha országviszonylatban gondolunk, vagy egy megyei gazdasághoz, vagy egy nagyváros, mint Váradi gazdasághoz mérve, hogy mennyit kell a színházoknak adni ahhoz a fenntartásukhoz, és mennyi tulajdonképpen a vesztesség, vagy mit tudom én, a pótolás, hogy innen-onnan kicsit csipegetni, hogy valami legyen valahol, hát onnan chips, ahol nagyon kevés, és nagyon keveset kaphatsz, és nem tudom, hogyha az eléggé valamire, vagy nem, vagy hova térítik azokat a pénzeket, és másrészt haldokló helyzetbe hozott azt a színházat. Tudom, mert ez köztudatban van, 30%-ával leépítették a színház személyzetét. Tehát én nem tudom pontosan, hogy hányan vannak ott, hányan voltak ott, de bizonyára azt mondhatom, hogy nem potyára tartották ott az embereket, hogyha 30%-áról beszélünk. Hogy egy-két embernek lehet, hogy túl teljesítése nem volt az állásán, az még elhihetem. De hogy 30%-át levonni az egész építkezésből, tehát hogy működik az, kiket kellett kidobni, és valójában az az igazgató azt kidobjon ki, hogy működjön tovább. Hát hogyha nem jöttek eddig, amit nem hiszek, a nézők, vagy nem látogatták ebben az online formában a nézők a színháznak a teljesítményeit, akkor a 30%-ával mínuszba hogy fogják azokat a dolgokat bepótolni, hogy egyáltalán többen jöjjenek. Tehát hol van ez a kerék? Tehát én gazdaságilag nem látom egyáltalán jó szemmel. És másként ezekben a meredek hullámzásokban mi is valamennyiben így szóban került nálunk is 20 éve már. Ápolom ezt a színházat, amennyiben tudom, és voltak ilyen szavak, ilyen ötletek, ilyen, hogy nagy kulturális központ legyen, hogy mindenkit bevonni, hogy maga a színháznak az identitását nem kell feltartani valójában, ott benne van egy nagy konglomerátusban, és akkor ott valahogy fejlődjön, ami baromság volt. De hát szerencsére, hogy nem született meg ez. Amikor különféle színházak és kulturális intézmények összevonultak, osztottak, és egyáltalán tehát erejét veszíti, identitását veszíti, és valójában annyira megkavarja és megzavarja a belső életét, és a néző közönségnek a bizalmát is, hogy meg lehet semmisíteni, nagyon, nagyon hamar meg lehet semmisíteni egy valami jó dolgot. Tehát a Notre Dame is csak úgy valaki felgyújtotta, és nincs. Már nincs úgy, ahogy volt, vagy bebombáztak ott, nem tudom mi. Tehát ez olyan mindegy bombaféle, hogy csak oda bedobtad, na, és akkor most több kavarjátok. Valójában a színház, mivel hogy hivatásos állami támogatásból, helyi szervek állami támogatásából él, az azt jelenti, hogy a közönségé.
Tehát most nem arra utalok, hogy a közönség maga szavazzon újra, hogy fenntartjuk-e, vagy nem tartjuk fent, az tudni, hogy fent akarják tartani, mert van érdeklődés, és van fontosság, és hozzájárul a neveléséhez, és a gyerekeknek az egyáltalán a lelki és szellemi viszonylatához, az egészséges viszonylatához. Tehát, hogyha hivatásos, akkor nem azt jelenti, hogy csak az enyém, mint igazgató, vagy csak az enyém, mint színész, vagy egyáltalán bármilyen alkalmazott, hanem a mindenki, a közönségi, és akkor valahogy meg kell találni azt a módot, hogy szükös helyzetben is, ahogy mi vagyunk, tehát ezeket megértjük mindegyik, mert azt hiszem, hogy nagy részünk azért a fejünket a vállainkon tartjuk, tehát látjuk mi is, hogy most ilyen helyzet van. De hát valójában, hogy csak így levágni, akkor nincs amit tenni, valójában. Említette ön az online előadásokat, és ez is egy érdekes nézőpontból mutatja meg az önök tevékenységét, mert hát közhely, hogy színház az nézők nélkül nem színház, vagy nem olyan színház, és ilyen tekintetben egy online előadás semmiképpen nem lehet olyan, mint ahol hallják a tapsot, és szemébe tudnak nézni a gyerekeknek, az oda a színházba látogató közönségnek, de mégiscsak ezekben a szűkös időkben, ahogy ön is említette, el tudtak jutni otthonokba, tudtak segítséget nyújtani szülőknek, pedagógusoknak. Én megnéztem több ilyen előadást, önöknek van egy nagyon színvonalas online sorozatuk a Magyar Tagozatnak, és hát azt láttam, hogy a stáblistában nagyon sokan szerepelnek. Ezzel szemben talán a nézettség vagy a reakció, ami a Facebook oldalon érkezik, nem olyan mértékű, mint a befektetett energia. És beszéltünk itt erről is, hogy hogyan lehetne javítani a mutatókon akkor, hogyha csökkentik például a létszámot némely intézménynél. Most mit lehetne annak érdekében tenni, hogy még nagyobb közönséghez eljussanak? Elégedettek-e azzal, amit adott körülmények között elértek, vagy meg kell elégedni azzal, ami volt, és tovább kell nézni a jövőbe, amikor már lejárnak ezek a megszorítások, és ismét visszatérhetnek a nézők a színházba. Hát én remélem, hogy minden hamarosabban visszakerülünk a kerékvágásba, a régi kerékvágásba, hogyha nem lesz ugyanaz a kerékvágás, ez biztos, de hát az élő színházat nem lehet helyettesíteni mással. Tehát az élő színház azt jelenti, hogy a néző is ott van veled együtt, és együtt tudod ezt a viszonyt megtartani. Van ez a változat és ez az online, ami nagyon fontos volt, hogy tudtok működtetni, és fogjuk is működtetni továbbiakban is, és akkor is, amikor visszakerülünk a normális szabályokban, mert vannak nagyon jó tapasztalataink ez iránt, tehát vannak bérletes, vannak díjas előadásaink, tehát jegyeket lehet vásárolni, most be is vezettük ezt az online ticketinget, mert eddig az évadot úgy kezdtük szeptemberbe, hogy a nézők lefoglalták a helyüket telefonon, és előadás előtt felvették a jegyüket. Na most ezt az utat nem kell megtenni pluszba, hanem megvan ez a lehetőség, amit mondhatom, hogy nagyon megköszönöm annak a cégnek, amelyik megajándékozott ezzel. És tehát ez nem került pénzbe. Ezt ő megajándékozta, hogy a gyerekek tudjanak kellőképpen hozzáférni az előadásainkhoz, ami ilyen online vagy streaming lehetőségben vannak közvetítve. Ugyanakkor ezeket le kell gyártani, le kell filmezni helyes módon, tehát három kamerával, azt is pótoljuk a saját eszközeinkkel, de ugyanakkor ez egy másik szakma. Vágásra utal, tehát olyan, mint egy film tulajdonképpen, egy filmezett színházi előadás, ami színpadon történik. Tehát ehhez is kell egy szakmai tudás, tehát ezekhez is valamennyi pénzt kell téríteni. Ez színészeinket, műszak egyáltalán elfoglalja, és kihívást jelent részükre is. Nem beszélve arról, hogy
minél változatosabb kell legyen a tálalat. Tehát egy címet hiába, vagy csak egy előadás, vagy két előadás, tehát nagyon sokat csinálni, nagyon sok az nem azt jelenti, hogy most 30-at legyártunk, és ezeket felváltva csináljuk, hanem mindig is újat is mutatni, nem csak a régebbieket, és ehhez alkalmazkodunk. Ezen most már a hozzáállás és a visszajelzés, ez a múlt év tapasztalatából ez hullámzó volt. Mert hullámzó volt az életünk, hullámzók voltak a szabályok. Egy adott pillanat szabad volt szabadtéren játszani, akkor persze, hogy kimentünk a saját udvarunkra, és megtartottuk a nyári fesztiválunkat, mini fesztiválunkat, mini évadunkot, ami július és augusztus folyamára terjedett, és akkor előadásokat adtunk a belső udvarunkon. Volt egy együttműködési, egyezkedési szerződés is az olyan épült shopping centerbe, ahol felajánlták a parkolót, és ott is jártunk előadásainkat. Tehát minden lehetőséget a szabályok betartásán belül megpróbáltunk, és működtek, és ahhoz, hogy minél gyakrabban oda kerüljünk a gyereknek a közvetlenébe, hogy tudjon részt venni a saját eladásainkban, rájuk gondoltunk. Most a továbbiakban az is, ezt is megbeszéltük a kollégáimmal, hogy azért, mivel, hogy mi bérletes rendszerben működtünk, és mondhatnám, hogy nem sok színház az országunkból működik ebben a rendszerben, amiben mi voltunk, ahol Marosvásárhely, Maros megye főképpen, de ugyanakkor a környező megyék is, Sargita, Kovászna, meg Beszterce, meg Brassóba is előadásainkat tartozunk, szintén bérlet rendszerbe. Ezeket visszapótolni, most bérletezni nem tudunk bérletezni annyira, vagy úgy, vagy olyan módon, legalábbis ebben a fél évben, viszont a gyerekeket csoportosan célozni, hogy ez az előadás, ami online-on vagy streamingen fog menni ebben a, ezen a napon, ebben az idő fogalomban, azokat tudjuk visszanyerni, hogy rájuk gondolunk, mert rájuk gondolunk csoportosan is, és persze, hogy mindenki benevezhet, és hogyha streaming vagy, hogyha online, akkor mindenki jegyet vásárolhat itt, vagy Németországban, vagy Törökországban, vagy egyáltalán világviszonylatban. De hát ezek a mi nézőink, és erre kimondottan, célzottan gondolunk, hogy tudják, hogy létezünk, és mi rájuk gondolunk személyesképpen, mert ez a személyesítési kapcsolat és viszony, ami az életünk utóbbi éveit mondjuk, hogy fontosképpen követtük és tartottuk, ezt továbbra is ezekben a lehetőségekben fogjuk megtartani és megőrizni, megápolni, mert ők a mieink, és mi ennek a közegnek vagyunk lekötelezve főként, hogy éljünk, hogy létezzünk, és minél színesebben, minél változatosabban. Az, hogy hullámzó volt, és voltak olyan hetek, hónapok, amikor kevesebben látogattak be előadásainkhoz, az online-ra gondolok most, az is igaz, mert hogyha nézzük a mi életünket, a saját életünket, egy adott pillanat meg is utáltad az internetet, mert ott tartottad a leckéidet, az óráidot egyáltalán, és ez egy kis paradoxum, hogyha a Covid rendszerig mi próbáltuk a gyerekeket valahogy elcsalni a komputer elől, most ott tartjuk, mert ez a viszonynak a megtartási lehetősége. Viszont hála Jézuskának visszakerültünk 30%-kal férőhelyes elfoglalásával a színházunkban, és jönnek, és annyira boldogok szülők, gyerekek egyaránt,
és egy nagyon jó jel, hogy a szülők is ott vannak a gyerekekkel egész előadáson, ahol mondjuk, hogy eddig még nagyon sokan ott hagyták a gyereket, és visszatértek egy óra múlva, hogy vegyék ki, mert ők éppen a barátokkal vagy bármivel. De hát van, amit otthon is beszéljenek, élőben megtapasztalva az előadást, tehát ez, tehát ilyen jelzések voltak. Tehát ezt kombinálni az élő színházat a streaminggel, az online-nal egyáltalán, ez a továbbiakban is lesz persze, hogy minél nagyobb méretben és mértékben az élő előadást tartani, mert a színház valójában erről szól, egy olyan valami mű, ami ma létezik és holnap nincs, és ez csak az egy teremben lévő alkotók és nézők lehetőségével lehet valójában megtartani, tehát ehhez visszakapaszkodni. Sajnos lejárt a műsoridőnk, de köszönöm, hogy itt volt és elmondta ezeket, és sok sikert kívánunk a 2021-es évhez, hogy a kihívásokat, azokat, hát az akadályokat, amelyek az útban állnak, azokat el tudják állítani, és ismét a nézők előtt tudjanak játszani teljes létszámban. Nézőinknek is köszönjük a megtisztelő figyelmüket, de maradjanak az Erdélyi Magyar Televízióval. Én legközelebb jövő héten várom önöket, addig is viszontlátásra!